Mindenkit sok szeretettel köszöntök! A mai alkalommal a feladatunk az lesz, hogy a képernyőn látható ábrát készítsük el. A feladat érdekessége, hogy az ábránk két tengelyre is szimmetrikus, azaz elegendő csupán egy negyedét megrajzolnunk, majd a tükrözés parancs segítségével az egész ábrát elő tudjuk állítani. Kezdjünk is neki a munkának! Itt vagyunk az AutoCAD-ben, és a munkát azzal kezdjük, hogy rajzolunk egy kört a kontúrfólián, aminek az átmérője 75 rajzi egység legyen. Ez a külső körünk. Ebbe létrehozunk még egy kört, aminek az átmérője 60 egység legyen. És ezen belül rajzolunk még egyet, ami a tengelyvonalunk lesz, amin a furatok elhelyezkednek, ennek is az átmérője legyen 45 egység. Rendben van. A kontúrfólián én most fölveszek két segédegyenest, amivel kijelölöm az ábrának egy negyedét. Ezután ki kell szerkesztenünk a bemetszéseket, mondjuk a tárcsánkon, képzeljük most azt, hogy egy ilyen különleges tárcsaelemet szerkesztünk. Nézzük meg a rajzunkon, hogy ez mekkora érték volt. Látható, hogy a bemetszés az 15 rajzi egység, tehát nekünk ennek a fele kell, azaz 7,5 egység. Mehetünk vissza a rajzunkba. Most párhuzamos vonalat szerkesztünk ezekkel a segédegyenesekkel. Az eltolás mértéke 7,5 rajzi egység legyen, eltolom befele, majd eltolom ezt is, és kimetszük azt a részt, amire nekünk nincsen szükségünk, tehát jobb igazándiból a külső körből fogunk lemetszeni egy darabot. Jó. Ami nekünk nem kell, az ki is törlöm most már, levágom ezt a részt is, hiszen így jobban át tudjuk tekinteni a rajzunkat. Most az egyeneseket hozzuk metszésre az ívekkel. És talán most már mindenki számára látható, hogy milyen logika mentén kezdtük el a rajzot szerkeszteni. Tehát meg is van a rajzelemünknek a főbb vonalai, részei, most már csak a lekerekítéseket kell elkészítenünk. A lekerekítés parancsot is használhatjuk, sugár 1,5 rajzi egység, egyik sarok, másik sarok, de használhatjuk a körparancsot is, kör, érintő-érintő sugár, megadjuk az egyik, másik érintési pontot, és a sugárnak 1,5-öt állítunk be. Ugyanezt meg fogjuk ismételni itt is. És le kell vágnunk mindazt, amire nekünk nincs szükségünk. A metszés parancsot használhatnánk erre föl, és akkor ugye levágjuk itt ezt az egyenes darabot, levágjuk itt is, majd az ívet és az egyenes darabot felhasználva a körnek a felesleges részeit is el fogjuk távolítani. És akkor már a lekerekítés nagyjából kialakult, már csak ezt a belső részt kell innen eltávolítanunk, és elkészültünk a főbb kontúrvonalakkal. Még egy furatot kell ide elhelyeznünk, aminek az átmérője 7,5 rajzi egység. Szerkesszük ki a furat középpontját. A legegyszerűbb módja az lesz, hogy a metszés parancsal ezt a tengelyt is ideiglenesen ki fogom vágni, így, hiszen így lesz egy ív felező pontunk, ezt szerettem volna megmutatni, így van, és ide kell elhelyeznünk a furatot, aminek a
átmérője 7,5 egység, ha minden igaz. Itt is vagyunk. Elkészült a rajzunk, ezt most ideiglenesen kitörlöm, ezt a tengelyívet, majd újra meg fogom rajzolni. Leveszem ezeket a segédegyeneseket is, és most a tükrözés parancsal fogom elkészíteni a végleges ábránkat. Ígyni. Még egy belső körív kör hiányzik, aminek az átmérője 30. Megrajzolom a kör közepét, a tárgyasztel fölkínálja, átmérő és 30 egység. Ezzel el is készítettük az ábránkat. Látható, hogy nagyon könnyedén ki tudtuk szerkeszteni. Az egy negyedét rajzoltuk meg, a tükrözéssel letükröztük két tengely mentén, és a lekerekítés kör parancssal dolgoztunk, minden vonal pontosan illeszkedik, hiszen a meccés parancssal hoztuk őket meccésre, alakítottuk ki a végleges hossz méreteket. Tekintjük még meg a kiindulási ábránkat. Itt látható a kiindulási ábra. A méretezésen kívül szinte mindent elkészítettünk, még a tengelyvonalak vannak hátra, ezt azért tegyük meg. Menjünk a tengelyfóriára, és szépen szerkesszük ki a tengelyegyeneseket. Majd a hosszabbítás delta opcióval, hát legalább 4 rajzi egységgel meg kell őket hosszabbítani, de az az igazság, hogy még ennél többet is elbírna. Jó, rajzolunk egy kört is, ami ugye a furatoknak a kiosztási útvonalát fogja megmutatni, és amit még állítanunk kell, az ugye a vonal típusnak a léptéke, hiszen ez most egy kicsit nagy. Egyes a szorzó, vegyük le félre, vagy akár levehetjük 0-3-ra is, attól függ, hogy mit kíván meg a feladat. És most már tényleg azt mondhatjuk, hogy elkészültünk a feladatunkkal. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ezzel a rajzfeladatokat is befejeztük, ezek alappéldák voltak, amelyek segítenek a kezdő autókedeseknek ráhangolódni az autóked filozófiájára, és hogy a különféle eszközöket hogyan kell összekombinálni, hogy a lehető leggyorsabban és legpontosabban érjük el a kívánt célt. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltatok.